az országgyűlési választás előtt számos olyan történetet lehetett hallani, hogy választópolgárok arról panaszkodtak, hogy visszajártak a személyes adataikkal és aláírásokkal a választási ajánlásgyűjtés során. Utána jártam, hogy pontosan mely pártok voltak érintettek, és melyik választókerületben milyen jelöltekkel, illetve jelölő szervezetekkel volt probléma. Megkerestem az országos rendőrfőkapitányságot is, hogy megkérdezzem, hogy hány bejelentés érkezett hozzájuk a hamis ajánlások ügyében. Ők arról tájékoztattak, hogy 68 büntetőeljárás van jelenleg folyamatban, hamis magánokirat felhasználása bűncselekmény gyanúja miatt. Ez a szám azonban önmagában nem mond túl sokat, ezért egyenként megkerestem mind a 106 egyéni választókerület választási irodáját is. Tőlük azt kérdeztem, hogy milyen jelöltek, illetve pártok esetében tettek feljelentést ajánlások hamisítása miatt, és azt is megkérdeztem, hogy a rendőrség foglalta le ajánlóíveket, és ha igen, akkor mely jelöltekkel összefüggésben. Azt is megkérdeztem, hogy pontosan mely pártok és jelöltek voltak érintettek ezekben az ügyekben. Végül 71 választási irodától kaptam választ, a visszajelzéseikből pedig az derült ki, hogy döntő többségében a vírusszkeptikus Gödény Györgyhöz köthető normális életpártja, illetve a Gattyán György féle megoldás mozgalom voltak érintettek. Ha érdekel téged, hogy a te választókerületedben felmerült a csalás gyanúja, akkor olvasd el a cikkemet az átlátszón interaktív térképpel.